Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez itt egy The Mean Greens Plastic Warfare gameplay videó. Nemrégiben vásároltam meg ezt a játékot, nem Steamen. Steamen valami 13 euró, ha jól emlékszem. G2-en vásároltam meg, 2000 forintba kerül, szerintem nem pénz ezért a játékért. Miről is van itt szó, gyerekek? Arról van szó, hogy műanyag katonákkal kell harcolni a ház különböző részein, tehát konyha, fürdőszoba, és még mi egymás, nagyon jó, például van olyan pálya, ahol egy csocsóasztalon kell közben labdát is teregetni, meg egymást is ölni, nagyon jó egyébként. Jó, igen, TPS-ben, tehát ez nem FPS játék, ez TPS, ugye ez a felülnézetes. És még annyit kell tudni róla, hogy pályából talán nem tudom, 8 vagy 10 darab lehet benne, és az a lényeg, hogy minden pályához különböző játékmód tartozik, tehát nincs olyan mondjuk, hogy egy bizonyos pályát többféle módban lehet játszani, hanem mondjuk megvan, hogy mondjuk az akváriumos pálya, ahol ha víz alatt kell játszani, egyébként nagyon hangulatos, ott az mondjuk az a pálya, az mondjuk Capture the Flag. Tehát ott azon más nem lehet csinálni. Tehát tulajdonképpen ez a 2000 forint azért valamennyire reális ezért a játékért, de ha belegondolunk, mondjuk az ember megvesz egy 10 000 forintos játékot, és megunja egy idő után, mondjuk belerak 10-20 órát, mert csalnak meg stb. És megveszi ezt a játékot 2000 forintért, és tudom én játszik vele 50 órát, akkor szerintem már megérte. Egyébként én sem szoktam vele sokat játszani, néha följövök, lövöldözök, egyébként nagyon megnyugtató játék, és igazából semmi tétje nincs, csak pittyputtyolás igazából. Na, jó, akkor menjünk is, csatlakozzunk valahova. Az a lényeg, hogy alapból vannak, tehát itt ugye nincsen szintlépés, mindenkinek ugyanazok a fegyók vannak, alapból van nálad egy ilyen M16, egy shotgun, egy csipa és egy rakétavető, hoppá, itt meg pont pályát választanak. Ezt a toybox asszaútot kéne, ez nagyon jó map, de hát nem az lesz, hanem pont vége lett a meccsnek. Hoppá, igen, gyerekek, itt van, oké. Hát ez a fish tank, ugye ez az akváriumos lesz, úgyhogy itt Capture the Flag lesz. Na go! És jól látom, akkor 2v4 lesz. Hát meglátjuk. Egyébként a játék grafikája nagyon jó, de tényleg ahhoz képest, hogy 2000 forint. Azért héba-óba azért jönnek hozzá ugye a patchek, javítgatják, a zene is szerintem fantasztikus, gyerekek, hihetetlen jó egyébként ebben a játékban, mert tényleg megnyugtató, nem az, hogy fejlődj meg semmi, följössz, kicsit lövöldözöl, és igazából ugye ez a lényege a játéknak. Na, ugye itt most víz alatt vagyunk, és jól látom, akkor ketten vagyunk. Én szerintem most nem fogok menni a zászlóján, hanem inkább védem. 2v4-ben inkább véden érdemes, mint támadni. Nézzem itt az ember. Ott bejön az emberünk. Ez meg is halt, ez az, megvan. Csávon jól leszette, nagyon jó csipázik amúgy. Ja igen, nincs sok töltény, tehát még látjátok, van 3, plusz még. Vagy nem, vagy 6, ja, hogyha előm, akkor... Ah, igen. Még van 5 töltélyem a csipába. Aha. És mindjárt közben, hogy shotgunnal lesz érdemes. Hát, nem tudom, eltűnt, hova tűnt? Ja, meghalt. Ja, igen, itt hogyha leestek, akkor elsértek omokba és meghaltak. Egyébként jár érte a csis. Úgyhogy... Ott van. Megvan, oké. Ja, jöttek már, hát 3v4. Na jó, hát akkor most már szerintem támadhatunk. Próbáljuk meg elhozni a zászlójukat. Tudom, nekem lehet a másik oldalon kéne menni, megpróbálom. Ott már jön is a emberünk. Oké, megvan. Menjünk is tovább. Nagyon hangulatos, gyerekek, tényleg. Tehát 2000 forintért tényleg ajándék ez a játék. Még hogyha egy óra után meg is unod, de szerintem nagyon jó. És jól mondom, most kacok Steamen lehet megvenni, vagy mondjuk G2-on, meg mindenféle ilyen oldalakon, ahol árusítanak ilyen kulcsokat, szerintem megvan ez a játék. Egyébként, meg fog halni. Jajajajaj, 20 HP. Moshatta meg. Megvan. Hát ezt lehoztam.
És most lesz az, hogy itt lesznek velem szembe, biztos vagyok benne egyébként. Aha, ellopták a mi zászlónkat, és igen. Úgyhogy ott látok egy kis elemet, az azt jelenti, hogy mennyit tudok sprintelni, aha. Csak az a baj, hogy a mi zászlónkat is elvitték. Aha, megvan, viszem. Majd a csávókánk visszahozza szépen, addig én ezt be is viszem. És 1-0 lesz a barna csapat, vagy hogy mondjam ezt igazán, nem tudom ez milyen szín. Annak inkább ilyen vajszínű katonák. Hát azért mi is mennyit játszottunk kiskorunkban ilyen katonákkal. Új, hát az össze-vissza, úr, az szép. Jó, meghalt. Na jó, akkor mehetünk. Igen, és három zászlót kell bevinni, és akkor nyerjük meg a meccset. Ha van gránátunk is egyébként minden körbe egy, ezt aha, el is dobtam. Nullos a csávó. Ha meghalt, oké, okay, go. Van 80 HP-nk. Ott van! Júj! Nem baj, menjünk. Nem lényeg. Majd visszafelé elkapjuk, oké? Okay? Hozom én is az ő zászlójukat. Na és most lesz itt nagy epic csata, ugyanis szerintem ezen az oldalon fognak jönni. Aha, ott van, aha, jó, előttek, igen. Elő sniperrel, azért tudom, mert 20 HP-n van. Aha, ott jön. Jó, ezből shotgun lesz. Gyerekek, hát ez nem jött össze. Hú, mennyien jöttek ott. Ja, hogy már 5-en vannak, ha 54, jó van, nem baj, hogyha kevesebben vagyunk, nem. Nem lényeg igazából, tényleg gyerekek, tehát tényleg ez a játék nem egy Battlefield. Ami azért néha főhúzza az embert. Én most fogok meghalni, figyeljetek, figyeld! Hát nem hiszem el. Elsértünk a homokba szépen. Tényleg halat lehet lőni, mindenki is próbálom egyébként. Egyébként van egy nagyon jó pálya, nem lehet, ó. Oh. Van egy nagyon jó pálya, az a neve, hogy Toybox Assault, ott egy pontot kell foglalni, és ott nagyon jó zene szokott szólni, majd arra szavazok, aztán beírom, hogy hát ha megkegyelmeznek, és az lesz, az nem, eltűnt? Jó, megvan. Azta, az mit kapott, láttátok? Az nem semmi. Jó, hármat kiszedtem. Na. Alakulunk. Ott a negyedik. Júj! Megvan. Új, meghalok. Nem. Azt a mindenit, gyerekek, ez levegőbe. Ajaj. Megvan, júj, meghalok, meghatom. Jó, megvan előttik, ez az! Nem tudom, miért nem lakorok, karakterem, hely ho. Uuuuh! 13-3-astat, hát sajnos nem volt ott erősítés. Na jó, hát egy-egy az állás, nem tudom, most védenünk-e kéne inkább, vagy még megpróbálni támadni. Próbálják meg. Úgyhogy ebből a játékból még szerintem... Ó, azt a rohadt. Ezt kapd de. Hát ezt leshotgunozom mindjárt. Vagy nem? Ott van! Na megvan, oké. Okay. Ott a másik. Jó, nem tudom miért, nem lő a cábó. Jó, hogy mindenkit kilőttek, oké. Okay. Jó, hogy viszik a zászlónkat. Na, az... Az még kellett nekünk. Hát ezt el is vitték. Szerintem. Úgy gyorsan utánuk, ott van! Meghalt a Józsi. Oké, megvan. Ez az. Úgy de beakadt a játék. Egyébként szokott néha. Tehát ezen ne csodálkozzatok, ha néha beakad a játék. Ja, úgyhogy lesznek még ebből a játékból részek, igazából ez olyan játék, mint nem tudom, emlékszetek-e a Verdőnre. Tehát így néha, ugye egyedül, mert ugye másnak nincs meg ez a játék, egyedül följövök, aztán kicsit játszok a játékkal. Igazából túl nagy sorozatra szerintem ne számítsatok ilyen túl sok részes sorozatra, de azért néha jó ezzel a játékkal játszom, jó pofa, op, Mr. Kemper.
Jó, megvan. Van 40 HP-ink. Jó, megvan még egy. Aha, és ott van fönn. Aha, ott. Jó, én rakétvezőzök. Az úgy jó volt, nem gyerekek? Szegényeket, jaj! Jaj, meghalok! Nem, lol. Hol vagyok? Kacok! Haló? Azt láthatok, hogy van, megálltam ott a... Na jó, és itt vagyok mögöttük, gyerekek, ez az... Sziasztó! Most fogtok meghalni. Egy megvan. Szóval megy. Jó, megvan még egy. Nullos volt. Jó, gyerekek, 2-1-re vezetünk. 22-4, hát nem tudom, hogy... Lehet, hogy ki tudja, hogy... Lehet, hogy rage-elnek amúgy. Neki is dobnak. Egyébként egyszerű játék, tehát semmi olyan bonyolult dolog nincs, mint mondjuk egy Cségóba. Nem tudom, a fegyver is csak nagyon minimálisan szor. Na jó, van még másfél percünk. El fognak lőni most. Nem. Hát igen, ők sajnos nem a legjobbak, ugye akik ellenünk vannak. Hát mondjuk sajnos, hát játszottam el én olyanokkal skacok, hogy nekem se volt semmi esélyem. Úgyhogy annyi, mondjuk nem sajnálom őket, mert nem mindig lehet. Hát az kilőtt. De az a durva, hogy összesen a killek száma, amit lőtt az egész szerver, szerintem nincs annyi, mint az enyém 24. Nem baj, itt nem az a lényeg. Egyébként. Győztük. És ennyi is. Ja, bevittük a zászlót. Megvan 3. Oké, nice. És akkor most jön a következő map. Ugye itt úgy lehet szavazással döntjük el. Be is írom, hogy legyen ez a toybox. Ez egy nagyon jó pálya. Itt egy pontot kell minél több ideig foglalni. Ez a toybox. Be is írom, hát ha. Na ja, igen, itt láthatjátok ugye a mapokat. Tehát ennyi van. Ez az art table, itt ez DM. Tehát itt ez nem TDM, itt csak simán DM mész és lövöd a... Aztán, hogy is van? Ja, van ugye ez a fagyasztós, ugye ez ahol előbb voltunk, ez a kitchen, ez ilyen... Az a lényeg, hogy van egy ilyen elalakú... Tabletop, ne, az nem mindegy, nem az se rossz. De szóval az a lényeg, hogy van egy ilyen elnyalakú konyha bútor, és a végén van két pohár, és az győz, aki lelöki a poharát a másiknak. Tehát ugye addig el kell mennünk, és ugye nehéz, ugye folyamatosan, ahogy jönnek az emberek, ugye diszpognak, ugye jönnek szemben, nagyon jó egyébként ilyen rásszerű pálya. Tehát ez a toybox, hát ez a tabletop, ez szerintem pont egy DM map lesz, ami most fog következni. Azt hiszem itt csak simán a killek számítanak. Ugye ez egy ilyen terepasztal, amit most láthattok. És mindjárt indulunk, és most azt hiszem, hogy zöldek leszünk, mert ugye előbb ilyen vajszínűek voltunk. Nézzük. Nem, megint vajszínű, nem mindegy, nem baj. Én shotgun azok egyébként, nem a jó shotgun. Igen, ott van 50 killig megy. Jó, megvan. Jó, ez egy kis terepasztésuk itt lehet öldökölni. Meg vagy. Épp hogy. Jó, csipát is megmutatom egyébként. Annyi, hogyha fejbe lőd, akkor meg elsőre, hogyha testre lősz, akkor kettő kell. Aha. Juhu! Szegényke, nem megkapta. Jó, meghalok. Nem. Nem laggolnak, vagy nem tudom, és kacok, de elég furán mazognak itt az emberek, amúgy. De, meghaltam. Kifogytam. Mert vezetünk. Dupla annyi pontunk van, de menni kell, küzdeni kell. Shotgun elő. És itt is látjátok, 3 tárnyi lőszerünk van, tehát 15 is, ugye tárban van 5. Tehát nem azt, hogy most végig mehet shotgun, hanem elfogy egy idő után. Jó, megvan. Lőj ki!
megvan. Na és akkor ez a pálya után tényleg remélem, hogy a toybox lesz, mert megint beírom, hogy... Hadd legyen már az... mert elő. Ah, megvan. Egyébként tényleg annyira jónak tartom, hogy van ilyen játék. Mármint ez ugye, mármint ilyen típusú, tehát tényleg annyira jó ez az ötlet, mert tényleg ilyen játék nincs, ahol műanyag katonákkal kell egymást lőni. Nagyon jónak tartom az ötletet, tényleg zseniális. Hopp, azt nem lőttem el. Megvan. Még egy megvan. Aha. De, aha. Nincs lőszerem szerintem. Elég jó csapatom van amúgy, úgy nézem. Jó, megvan. Minden vágyam volt egyébként egy ilyen terepasztal kiskoromba. Hát igazából nekem mondjuk a kiskoromba terepasztal abból állt, hogy hoztam be az utcáról ilyen köveket, meg ilyen csigágat, meg ilyenek, úgyhogy nekem a legoknak az volt a terepasztal. Egyébként nagyon jól el lehetett vele játszogatni, meg mit tudom én, meg hát ilyen macskaszart, mit tudom, ilyen átlagos dolgokat, amik vannak így a udvaron. Jó, az is megvan, ott fönt van egy, nem tudom, de hogy lehet fölmenni, de biztos. Jó, és még tényleg visszatérve, tényleg annyira jó az az ötlet, mert tényleg ilyen játék nincsen. Ilyen, hogy ilyen kis egér méretű emberkék ki lőjük egymást. Egyébként aki COD 2-be a Gobrác nevű pályát nagyon szerette, egyébként én is közéjük tartozok, ez zseniális az a pálya. Rengeteget játszottam, úgy ott az a nélkül, hogy egy konyhába kell, hát ugyanilyen kis méretűek vagyunk, és akkor ott kell egymást lődözni. Nekem nagyon bejön ez a játék, tehát tényleg aki szereti a Gobrác nevű pályát COD 2-be, sőt még most is szeretett, nem mondom múlt időben, mert én nem játszok már csak COD 2-be, még egyébként rengetegen játszok, hoppá, meghaltam. Zseniális ez az ötlet, tényleg nem az, hogy már kijön a, opa, az mi? Eltűnt a fegyvere, az lol. Kijön a Assassin's Creed-nek a 56. része, és már nincs mit, az fejes volt, nincs mit beletenni, hanem tényleg egy új ötlet, mert tényleg ilyen játékból nincs még egy, tehát ilyen játékot nem tud nekem senki mutatni, ami meghalt. Töltünk. Meghaltam. Nem, mi? Jó, oké. Okay. Na most. 19-3, hu. Jó, két kill és GG. Egy itt lesz. Hova tűnt? Előbb itt volt. Aha. Hol van? Megvan! Szerintem ezt én robbantottam ki, igen, gránáttal. Hogy szétesett, hihetetlen. Na, győztünk. És akkor most toybox, please. Itt is vagyok, gyerekek. Itt volt egy vágás a videón, ez azért volt, mert azután a terepasztalos pálya után kifogyott sajnos a játék, ilyen előfordul. Sajnos, néha azért minden játékban előfordul ilyen kifogyás. Egyébként most néztem, hogy Unreal Engine-es a játék. Most, hogy betöltött, nem is néztem eddig. Jó, hogy te ellenünk vagy, aha, jó, oké. Okay. Na, ja, igen, és akkor ugye ez az a konyhás pály, ugye, amikor van ez az ellalakú bútor, és akkor van a végén két pohár, és akkor le kell löknünk, vagy ha nem lökjük le, de... hogy is mondjam, tehát... szóval az lényeg, hogy nem muszáj lelökni, de akinek távolabbra megy a pohara, ugye az nyer, van esetben, hogyha nem tudjuk lelökni. Meg is halt, jó. Most van az, hogy rássolunk, mint az állat, és ott a pohár, gyerekek! Tolom. Basszus, most kellett volna segítség. Egyébként így most láthatjátok a pályát fölül, egyszerűen zseniális tényleg, ott a mosogató. Na jó, menjünk. Hát igen, így kell leesni és meghalni. Igen, kicsit mellé ugrottam. Na, ahogy nézem, tolják is a part, hogy mindjárt vége lesz. Igen. Aha, már tolják is lefelé, ahogy láthatjátok, nézzétek meg, ott tolják le. Én meg addig fedezem őket. De messze van az ellenség, gyerekek. Hát ezt ilyen távolságban nem lehet.
Na jó, akkor menjünk. Egyébként jó néhány szó leest, amit már ugye nem mindig kapjál sajnos. Na jó, akkor menjünk. Egyébként amelyik fegyót szeretem nagyon, mondjuk a csipát az tényleg amikor nagyon távol van. Az M4 ugye az alap, illetve a shotgun az neon OP gyerekek, az rettenetesen az. Tehát M4 vagy shotgun, attól függ, hogy... És ugye ami a mocsok dolog ugye a TPS játékokban, meg ami engem is írít el mondjuk a Battlefrontba, mindjárt mondtam, hogy micsoda. Hát mondjuk azt, hogy nem tudom oldalba lőni őket, de mindegy, az a lényeg, hogy ugye bebújsz fedezék mögé, és ugye te kilátsz a fedezék mögül, még én FPS-ben nem. Tehát ezért nem értem, hogy Battlefront-ban is ugye lehet állítani a nézetet TPS vagy FPS, nem tudom. Tehát ugye a TPS-ben játszik, ugye az többet lát, mint például én például azt szoktam, hogy mondjuk ide beállok, és akkor látom, hogy hogyan kinézek lelő megyből shotgun-a, tehát igazából esélye nincs. Úgyhogy érdekes az a, ugye ez a TPS, FPS nézetet összeengedni. Mert ugye, hogyha mindenki ezzel játszik, ugye akkor nincs különbség, de összeengedni az olyan kicsit olyan fura szerintem. Na jó, menjünk, rassoljunk. Már nem kell sok is lelőkik a porukat. Nem tudom, ez a mosogat, ez annyira gobrácra emlékeztet gyerekek, jó kis kód 2, hát az... Felejthetetlen volt. Hopp, meghalt. És én is mindjárt meghalok. Na meghalt, akkor menjünk. Csávó vagy, nagyon toljuk. Gyerekek, hát az a baj, hogy ellottam a sotiból. Hát 4-4, hát. Ez most nem életem meccse egyébként. Kéne menni ott előre aztán. De egyébként tényleg nagyon jól néz ki a játék. Először még ugye láttam ezt a játékot. Akkor nem tűnt annyira szépnek, de... Most a gépigényet nem tudom, de én föltettem minden maxra. Nagyon jól néz ki egyébként. Tényleg azt hiányzik ebből a játékból, hogy többféle mód legyen. Tehát mondjuk ezen a pályán ne csak ezt lehessen játszani. Mondjuk az abban, hogy ez alapból olyan pálya, ami ilyen rassolószerű, szóval ezen jó más nem is null lehetne, de... Hopp, shotgun. Szia! Csávó, hallod? Nem értem a logikát. Gyerek, beállj, de mint is, hogy nem látnák itt a villák között, tehát itt a... Hihetetlen. Itt a villának a... mi az már... fogai között, vagy mi az, hihetetlen. Ha itt jön, figyelj. Egy. Ne! A kis piszok. Csávó meg ott kempel a mosogatóba, hihetetlen az a fexia, vagy kicsoda. Mondjuk nem szírom, mert ő az első. Na jó, akkor menjünk, nem kell sok. És ugye ott az a lényeg, hogy ott láthatjátok az elemet, egyik, mint lehet előbb nem mondtam el a lényeget. Annál a akvárium most lenne, mindig az a lényeg, hogy a futsz, hogy sprintelsz, lemerül, most például simán futok, föltődődik, megint tudsz egy kicsit sprinteni, megint lemerül. Mondjuk egy műanyag katonában, hogy hol van elem, azt nem tudom, de... Mindig ez szerintem jó, hogy limitálták a sprintet, azért ne lehessen végtelenségig. Rohadt mosatlan, előttek csipával, igen. Hát igen, 20-20 HP maradt, és... A 3v4, ahogy nézem. A probléma mi is, csipázni egy kicsit. Ez nagyon messze van, gyerekek. Az rettenetes messze van. Ne, menjünk. Hát na igen, megint így kell mellé ugrani. Csába, hogy kapálódszik. Hát van ilyen, csak nem tudom, hogy ezt most halálnak számolja amúgy? Most nézem 7-7-7. Na menjünk. Ezt simán meg lehetne egyébként csinálni, hogyha egyszerre mennénk, ugye. Mert az a baj, most ugye egyenként rájuk megyünk, akkor az ilyen szépen lassan felőrülnek minket. Ugye a rásnak ugye az a lényege, hogy mindenki egyszerre bemegy. Pont ugye mint Cségóba, ugye ott se jó az, hogy szépen lassan T oldalon szépen meghaltok egyesével. Ott van a csávó!
hat. Ott viszont, ott bent, aha. Nem tudom, hogy lehet rakéta betevel egyébként lövöldözni, hihetetlen. Csávok itt nem tolják, nem tudom, én mondjuk nem szeretem ebben a játékban, szerintem nem olyan jó. Jó, hogy így hamarabb beadja, aha, tehát akkor kicsit közelebb kell menni, értem én? Na akkor menjünk, azt itt megnézzünk itt a főjte jó kis lecsó, azt nehogy itt elroncsuk már. Töltődik kicsit a sprintünk, aztán húzunk is előre. Új jó kis fánkok, gyerekek. Ez ennék most fánkot egyébként. Na próbálom meg innen csipázni egy kicsit. Hát ha összejön valami. Aha. Villa között. Nem, senki nincs. Mehetünk kicsit előrébb. Fú, gyerekek, hát most nagyon nem megy. Mondjuk ők, mondjuk ezek jobb játékosok, mint nekik előbb voltak. De már mindjárt összeszedjük magukat. Egyik még nem értem, hogy miért nem lőttem shotgunnal. Az a baj, túl nagy volt a távolság. De egyébként akárhogy nézem, úgyis mi nyertünk, mert az ő poharuk az hát több mint a felén átment, szóval nem hiszem, hogy fél perc alatt be tudnának jönni ide. Egyébként itt át lehet benne, ha jól tudom, hogy nem lehet. Nem, mit lehet? Jó, megvan. Mehetünk gyorsan. Még 10 másodperc, ez már egy GG. Gyorsan! És ennyi. Én meg gyors leesek. Jól, ott a kutyakaja, láttátok? És nyert a zöld csapat. Na és akkor most lesz remélem Toybox. Egyszerűen az a pálya, nem tudom, szerintem a legjobb egyébként. Be is írjuk. Jó kis parasztosan Toybox, please, ugye hát. Hogy máshogy lehetne kérni egy pályát. Ugye perfect angol. Csávó art table-t akar. Ugye az a sima DM, tehát ott mindenki ellen. Egyébként az a pálya se rossz, nagyon jó az a zene egyébként. Ami ott is szól, de most akkor egy ilyen toybox, és szerintem ez lesz az utolsó pálya. Hát majd a legközelebbi videóban szerintem azt is bemutatom meg. Egyébként van egy olyan, hogy egy villanyvonat megy körbe-körbe, és ott kell ugye két oldalon spawnol a két csapat, és ilyen rászszerűen pontokat kell foglalni, és ugye a végén az nyer, aki 3-ból 2-t bírt, akkor nagyon jó. Egyébként mindegy, ez a pálya is egyébként zseniális. Na. Én meg itt vagyok, de... Ez micsoda amúgy? Haló? Ja, aha, itt vagyok, oké, jó. Ezt hallgassatok, amikor fölmegyek ezen a cuccon, milyen hangja van, figyelj! Zseniális. Tényleg, amikor elsőnek játszottam ezzel a játékkal, ami legjobban megfogott benne, tényleg az, hogy olyan megnyugtató, hangulatos. Nem lehet rajta rage-ni, mert ugye nincsenek szintek, nincs az, hogy ennek jobb cucca van, nincs az, hogy ez megvette a mit tudom én milyen fegyvert pénzért ugye, és ugye ő ezért jobb, ha itt nincs, itt mindenki egyenlő. Kérem, esélyegyenlőség van, belőttük. Aha, és amit látjátok, hogy ott fönt 2,5 percig még kell birtokulni, és akkor mindjárt ujj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 j
keresünk. Aha, oké, elfoglalták úgy, aha, igen, ahogy nézem. Szerintem várok egy picit. Egy megvan. Kettő megvan. Ez az. Jó, egy megvan. Meghaltam. Jaj! Öcsém, mi ez az visszaugrás gyerek? Mi ez itt? Hihetetlen.
Jó, no amó. Baj. Most nézem, gyerekek, én lőttem egyedül hetet, többiek meg kb. Semmit. Nem baj, ezzel most nem az a lényeg. Nem bemegyünk és szétlőjünk mindenkit szép. Jó, hogy mögöttem volt. Na gyorsan, 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 gyorsan. Hát ez a T... T... Melyik ez a csába? Ez a T... TSC, ez nagyon tolja amúgy. Elég jól játszik. Na és akkor most honnan fognak jönni? Szerintem... Aha, onnan. Meg innen. Jó, egy megvan. Oh! Az miért kapott, gyerekek? Ilyen reflex volt egyébként, ez semmi más. Hol vagy, Palti? Jó, igen, ide, hogyha leesek, és ugye az autók jönnek, akkor rendesen elütnek és meghaló, tehát... Nem jól megvan csinálva tényleg. Ez hova tűnt? Ja, meghalt. Itt van! Mi ez az akadás? Jó, megvan. Próbálj meg ezt tézi rakétövetőt, hát lehet alakul-e valakit. Azaz kill me, ember rakétövetővel. Hoppá, 10 HP-n van. Ott van! Ja, igen, van lángszóró is, azt kifelejtettem, igen, de hát szerintem teljesen hasztalan. Hol volt ő? Leesett? Ja, igen, leesett. Csáva meg utána ugrott. Istenem. Nem bírom. Oké, hát ebben mindjárt megnyerjük még 30 másodperc. Aztán, hogyha ez ilyen gyors, akkor lehet, hogy még azért belefér, akkor egy árt tébölös. Jó, hogy nekem nincs a móma, hasztok, jó? Egy sima DM. Na nézzük. Ennyi. 15. Csávó, milyen bukfencettót láttátok? Megvan, oké. Ott jön. Győztünk, ennyi volt. Na. 15-4, az nem rossz. Az a helyzet, skacok, hogy ez a játék megint kifagyott. Szóval én szerintem most köszönök el tőletek, tehát még egy pálya már nem fér bele. Egyébként lesz még erről a játékról szerintem gameplay videó, nagyon ritkán, tehát ne ilyen heti rendszerességre gondoljatok, nem tudom, havi egyet talán be tudok vállalni. Igazából tényleg nem annyira tartalmas, tehát amit látjátok, nem egy olyan játék, hogy van benne, nem tudom, 10-féle játékmód, 20-féle pálya. Ugye az egy kicsit meg van kötve a kezünk, viszont nagyon jó pofa, tényleg el lehet vele játszogatni, megnyugtat, holott mégis akciódús a játék, tehát tényleg nagyon jól megcsináltak a készítők. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a The Mean Greens. Hát nem tudom mikor, hamarosan szerintem jövök majd egy újabb ilyen kis videóval. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!